1944. április 16-án kezdődött meg a magyar zsidó gettókba tömörítése Kárpátalján. Az ezt követő hónapok során több mint 400 ezer zsidót zártak gyűjtőtáborokba, majd hurcoltak el Magyarországról Auschwitz-Birkenauba. Előttük hajtottak fejet csütörtökön. Az ortodox zsinagógánál csendes megemlékezésre volt lehetőség. Majd délután megkoszorúzták dr. Kecskeméti Ármin egykori főrabbi emléktábláját. Onnan átsétáltak a résztvevők a zsidó emlékjelhez, ahol Urbancsok Zsolt főlevéltáros mondott beszédet, amelyben kitért a 78 évvel ezelőtti szomorú események helyi vonatkozásaira. 1944. június 16-án már a makói vasútállomásról gördült ki az a szerelvény, amely csaknem 2000 makói zsidót szállított a koncentrációs táborok pokrába. Közülük 1200-an soha többé nem térhettek haza. A mai napon rájuk emlékezünk. Az eseményen Simon Hajnalka a makói zsidó közösség képviseletében egy családi történetet osztott meg a jelenlévőkkel. Vajon képesek lettünk volna-e annyi élelmiszert hazacipelni, ami láthatóan nem csak a saját családunk ellátására szolgál? Vajon képesek lettünk volna amúgy is a nagy szegénység közepette másokra is áldozni? Vajon megtettem volna-e egyetlen éjszakára is, csak gondolj bele? Mert képzeld, volt, aki megtette. Itt Makón is volt hős, csupa nagybetűvel. Csala Sándorné, Gyűrösi Rozália és édesanyja, akik egy 8-tagú zsidó családnak adtak a reménytelenben menedéket, és szalmaszálat nyújtottak az életük jobb átételéhez. Hozzátette, felfoghatatlan bátorságról tettek tanúbizonyságot, és 8 embernek adtak új reményt. Simon Hajnalka továbbá megosztotta, hogy egy túlélő hogyan fogalmazta meg a holokausztot. Folyamatos rettegés, mondta. Rettegés a haláltól és az élettől is. Csak gondolj bele, hogy mind a két család rettegett. A bújtatott és a bújtató egyaránt. Ha kiderült volna a bűn, akkor mindenkire a biztos halál várt volna. Bűn. Miért bűn az, ha valaki életeket ment? Szó esett arról is, hogy volt olyan személy a világban, aki különféle módokon csempészte ki a gyerekeket, de akadtak olyanok is, akik okiratokat hamisítottak, és ezáltal több ezer embert mentettek meg a koncepciós tábor gázkamráinak kínjaitól. A megemlékezés végén Farkas Éva Erzsébet polgármester, Simon Hajnalkával és dr. Báron Zsuzsannával, a makói zsidó közösség tagjaival koszorúzták meg a zsidó emlékjelet. Majd a jelenlévők is elhelyezhették a mécseseiket és a virágokat.